Addig nem tűnik föl, mikor ezt csinálod. Tehát amikor így benne vagy, akkor minden nap megfelelsz a napi elvárásoknak. És akkor egyszer csak azon kapod magad, amin én is, hogy hoppá, mindjárt 30 vagyok, mert ez így nézett ki. És mondom, mit is akarok én? Nézegettem a képeidet, és nagyon érdekes, hogy olyan békét áraszt mindegyik kép, annyira nagyon kevesen találják meg a tévés életük után azt a jó egyensúlyt, amiben nem lehet érezni, hogy úristen, én már nem vagyok képernyőn, és ez milyen szörnyű, ami nyilván hiányzik az embernek, és közben mégis egy csomó minden más csinálnak, tudnak tartalmat is szolgáltatni, látom, hogy neked azért nagyon sok együttműködésed is van, szóval abszolút a felszínen maradtál, pedig pont arról beszéltünk még a beszélgetés előtt, hogy tulajdonképpen teljesen kiestél. Így van, hát ennek lassan 8 éve. Ugye a barátok közből akkor szálltál ki 8 éve. Igen, terhesen, 6 hónapos terhesen, ugye a kisfiammal, és akkor utána jött egy nagyon nehéz lelki időszak nekem. Tehát hány az, amikor a 9. Tartozni valahova, ahol szeretsz lenni, ahol jókat nevetsz, bár hozzáteszem, hogy a végén, az utolsó 1-2 évben, talán mikor a Németh Kristóf elment, aki ugye folyamatosan így állandó kollégám volt, akkor éreztem azt, hogy olyan kezd üressé válni nekem már ez. Tehát, hogy bemegyek, és nem érzem azt, amit mondjuk 8 évig éreztem, hogy ilyen imádom. Aha. És akkor kezdett bennem kialakulni, hogy vágyom valami másra. Gondolkoztam azon, hogy mi történt ebben a 9 évben, és azt vettem észre, hogy minden annyira a felszínen mozgott, annyira nem volt semmi mélysége az életemnek, hogy csak így mindig haladtam előre, és mindig úgy a felszínen. Ezt nem tudom jobban megfogalmazni. Tehát, hogy nem tudtam magamba nézni, nem tudtam, hova tartok, nem tudtam, hogy telt el 9 év. Tehát, hogy így én velem mi történt. És akkor azt láttam, hogy az történt, hogy erről ne nyilatkozz, mert ez már szélsőség, abban ne menjünk bele, mert akkor az valami más irányba tereli majd az embereknek a gondolkodását. Tehát, hogy mindig kifelé dolgoztam. Ugye a barátok közt karaktereinek, most már ugye vége fele nem annyira, de nagyon-nagyon sokáig szinte nem is beszélhettetek saját magatokról, mert ugye annyira karakterben kellett maradni, hogy gyakorlatilag semmilyen infót nem tudhattunk meg az igazi, a színészről, így van. Mert hogy ez megzavarja a nézőket. Pontosan. Abban, hogy a napi sorozatban titeket ugye karakterként így ismernek. Van. Kinga, Nádor Kinga, szegény sorsú lány, aki ugye, vagy hát ugye nagyon szegény családból származott, pincérnőként dolgozott, és egy egyszerű teremtés, aki a jóra törekszik, de hát nem egy nagyon okos lány, és ugye ebbe a szerepbe kellett így benne lenni. Mindig. Tehát amikor kitetted a lábadat az épületen kívül, akkor rögtön jött egy interjú, vagy valahova menni kellett, akkoriban még nagyon-nagyon döngetett az, hogy címlapok, nagy interjúk, ide rohanni, oda, tévés interjú, stb. Tehát, hogy nem tudtál ebből kiszakadni. És soha nem Edinaként? Nem, és ez nagyon furcsa, mert addig nem tűnik föl, mikor ezt csinálod. Tehát amikor így benne vagy, akkor minden nap megfelelsz a napi elvárásoknak. És akkor egyszer csak azon kapod magad, amin én is, hogy hoppá, mindjárt 30 vagyok, mert ez így nézett ki, és mondom, mit is akarok én? És akkor egyet biztosan tudtam, hogy én szeretnék családot. Tehát, hogy bármi is történjék, gyerekeket, anya akarok lenni, nem időskorban, viszonylag fiatalon. Tehát, hogy voltak ilyen elképzeléseim, na de hát ahhoz meg kéne találni a megfelelő társat, partnert, arra időt kéne szállni, kéne, hogy én is valahogy létezzek. Na de ki vagyok én? És akkor innen indult minden. De hát azért mondjuk az ismerkedés az nyilvánvalóan nem lehetett nehéz, hogy egy nagyon-nagyon csinos, fiatal, gyönyörű, szép csaj vagy. Ugye ezért a sorozatban a jó csaj konstans te voltál, mert hát, de ez így van, ez egy tény. Folyamatosan képernyőn voltál, ismert nő, szóval, hogy az ember azt gondolná, hogy ez nagyon megkönnyíti az ismerkedés, de közben meg nyilván aki benne van, az tudja, hogy ez így van-e. Nem volt könnyű, mert én hoztam otthonról bizonyos stabil nézeteket, és voltak elképzeléseim a párkapcsolatokról, a férfiakról. Ugye két bátyám van, apukám is egy eléggé karizmatikus férfi, és tudtam nagyjából, hogy mit keresek, de
De tudod, amikor te a jó csaj vagy, akkor jön mindenféle. Mert a jó csajok, a jó csajok úgy tudod, általában inkább azok a férfiak közelítik meg, akik hát sokkal szabadabban és bátrabban mernek közeledni, akik meg egy picit is úgy tartanak, azok inkább hátralépnek, és lehet, hogy meg se próbálja. És hát nyilvánvalóan, aki legalábbis ilyen testvéreimből kiindulva az intelligensebb, műveltebb férfiak azért nem rohangáltak és nem dörömböltek az ajtómon. Tehát ők inkább így hátulról szemléltek. Nyilván volt egy elképzelésem, hogy szeretném, hogyha olyan társam lenne, akire a fiam föl tud nézni, vagy a lányom. Tehát hogy volt egy stabil képem. De csak azt akarom mondani, hogy nem volt könnyű ismerkedni. Mert hogy sokkal azok jelentkeztek, akikkel nem te terveztél. Igen. De függetlenül beleestem néha ilyenbe, olyanba is, és ezért nem is bánom, mert volt sokféle kapcsolatom, van, most már azt mondhatom, hogy volt tapasztalatom, mire megállapodtam. Abban a 9 évben, amikor te nem lehettél te, nem Edina igen. Voltál, akkor ugye ez a külsődre is vonatkozott. Tehát, hogy nagyon-nagyon szigorúak a szabályok, a karakter szabályok, és nem csak abban, hogyha XY karakter autószerelő, akkor egyébként nem verhette egy interjúban nagy dobra, hogy amúgy ő lepkegyűjtő, hanem akkor neki tartani kellett magát ahhoz, hogy bizony ő nagyon szereti az autókat, igen, legalább ennyit. Igen. De ugyanez vonatkozott azért a külsődökre is. Tehát a karaktereknek megvolt egy stílusa. Amiben például nem tudom, hogy mennyire szólhattatok bele, de egy ilyen fiatal, amilyen fiatalon oda kerültél, egy fiatal csajnak, akinek azért már biztos van elképzelése, meg biztos így tudja, hogy éppen mi a menő, aztán egyszer csak kapni egy kész stylingot, sminket, hajat, ami aztán az életének a része, mert hogy minden egyes nap úgy néz ki. Ti úgy jártok dolgozni, mint ahogy mindenki más jár dolgozni, igen, csak ti nem oda, hanem ide, de ugyanúgy reggeltől estig dolgoztatok. Így van, jó, nagyon sokat. Nagyon sokat, igen. Igen, tehát az első emlékem, hogy bekerültem, és közölték, hogy le fogják növeszteni a szőkére melírozott hajamat, ami engem így nagyon zavart, mert előtte évben nyertem meg a Miss Hungary-t, és akkor meg volt egy olyan elvárás 19 évesen önmagam felé is, hogy én képviseljem ezt a nagy címet, amiről nyilván ma már egészen más gondolok, de én ebben helyt szerettem volna állni. És akkor bekerültem, hopp, lenövés, jó, akkor elkezdtek úgy sminkelni, amit így, tudod, amikor úgy nem tudod magad elfogadni, és így belenézel, és mivel én nem, tehát bennem nem volt az a fajta színészi véna, hogy én de örülök, hogy most kaptam egy karaktert, aha, és majd én most megmutatom, hanem inkább hoppá, ezzel én most mit csináljak ezzel az arccal, ez ki ez a lány? Na és akkor így indult Kingával a kis életünk, meg hogy nekem ugye nincs műmellem, akkor sem volt, de Kingának viszont a karakteremnek az elvárás lett volna, hogy minél nagyobb melle legyen, mert ez egy pincérnő, akinek ki kell pakolni állandóan a melleit. Nem voltam az a fajta, aki mindig kiteszi, és ott meg állandóan ilyen totál kivágott felsők, és kérték, hogy a pusápos melltartókat gyűjtögettem állandóan. Szóval olyan fura volt, nehéz volt ebbe beilleszkedni, de hát 2 év, és utána már nagyon jól ment. Mennyire lettél te? Tehát mennyire lettél te az a lány, akit a tévében látunk, mert egy idő után, ugye szokták mondani, hogy a gazdi is, meg a kutyus is elkezd. Ez így van, ez nagyon. Hogy egyszerűen nyilván valahogy elkezdesz összeérni. Tehát az a smink, amire először belenéztél a tükörbe, és azt mondtad, hogy Jézusom, az valahogy, mert ez nem változott aztán az évek alatt, nem? Tehát, ó, hogy nem, itt a, nem, nem. Itt sőt, a karakterek... Sőt, tejfölszőke, hajam lett, tehát akkor ugye még inkább elmentünk abba az irányba, amivel így... Tehát most visszanézve furcsa, mindig mikor megnézem a képeket, mondom, ezt ki mondta erre a lányra, hogy ez egy jó csaj, mindig azt gondolom magamban. Mert hogy annyira minden olyan szélsőséges volt, ilyen nagyon fehér szőke haj, nagy sminkek, műszempilla, műköröm, igen, volt ott minden. És, de azonosultam vele. Igen? Mert valamennyire igen. Tehát, hogy akkor én ebben úgy láttam már a mindennapjaimat. Az ember megszokja, amit lát. Valamilyen szinten megszokod. Aztán mondom, jelentkezik egy idő után, hogy nem biztos, hogy ez vagyok én, nem biztos, hogy ebben érzem én jól magam. A másik problémát az okozta, hogy elvárások voltak a nézők részéről felém. Tehát én voltam a jó csaj,
És mindegy volt, hogy én hova megyek nyaralni, a kis balatoni strandon. Komolyan mondom, folyamatosan megkaptam, hogy Jézusom, ő hát nem is néz ki jól, hát hogy néz ki. Mert ugye, ha nem adtam magamra annyira, ha éppen nem volt rajtam talpi smink, meg nem tűcipőben rohangáltam, akkor ezt így nem tudták összeegyeztetni a közönség azzal a Kingával, akit ők láttak. Te civilben most, hogy azért már így nem rosszul, vagy nem akarom, hogy ennek ilyen rossz felhangja legyen, de kezdett kiheverni a karaktert, vagy ez így kezd elmosodni, vagy elmúlni. Most milyennek látod magad ahhoz képest? Nagyon sok minden. Ha belenézel a tükörbe. Ha a külsőt nézem, akkor alakul az, amilyen külsővel én jól tudom magam érezni. Uh-huh. Tehát nyilván a saját kezemben van az irányítás, ami egy nagyon-nagyon felszabadító dolog. Úgyhogy én a külsőmmel kiegyezek. Tehát azt gondolom, hogy ez így most a koromnak megfelelően tökéletes. El kell, hogy mondjam, hogy bennem nincs igény arra, hogy 20 évesnek nézzek ki, és nem szeretnék teret adni magamnak arra, hogy bennem kialakuljon valami olyan érzés, hogy öregszem, és már nem vagyok olyan, és már több a ráncom. Én nekem az az elképzelésem, hogy minden kornak megvan a gyönyörűsége. Én láttam anyukámat 61 évesen úgy kinézni, hogy mindig csak azt mondtam, de gyönyörű. Rajta semmi nem volt megoperálva, de valahogy mégis annak az időszaknak volt ő akkor a teljességében. Hmm. És ez látszik. Tehát, hogy szerintem az önmagában nagyon kevés, hogy külsőleg elképzelünk valamit, vagy magunkra rántunk egy olyan külsőt, ami nem mi vagyunk. Csak azért, mert az trendi. Tehát én követem a trendet, de nem mindig azonosulok vele, mert hogy én ilyen klasszikusabb fajta vagyok. De nem erőltetem magamra a rózsaszín tincseket, mert tudom, hogy nem tudnék vele azonosulni. Vagy a kéket, mert azon nagyon jobb. Tehát, hogy próbálok hű lenni önmagamhoz. És ezek nagyon nagy dolgok, és ehhez meg kell ismerni magunkat. Hát gondolom, ráadásul azok után pont, hogy 9 évig az volt a munkát, hogy más valaki legyen. Az baj, nehéz elképzelni annak, aki, ugye, mi is ott voltunk közvetlenül mellettetek az RTL-ben. És mi is csak így legendákat hallottunk arról, egyrészt, hogy mennyit dolgoztok, hogy rengeteget. Tehát az azt jelentette, hogy ti reggeltől estig ott vagytok, és a karakterben vagytok. Igen. És mire mi megérkeztünk mindig, bármilyen stúdió műsort csinálunk, ti már régen ott voltatok, igen, és később jöttetek el, mint mi. És azért az, hogy valaki 9 évig, tényleg ez volt a munkád, hogy valaki legyél. És főleg az volt a furcsa benne, hogy ugye én, mint pincérnő, én akkor is ott voltam, amikor másoknak volt jelenete. Tehát amikor másoknál volt egy történés, mondjuk a Géza és a Karcsin, vagy abban, hogy hívjunk csak Barta Zsolt, összebaldéztak a Rózsabisztróban, akkor én ott voltam, és én azt végigcsináltam velük ott a háttérben, kis tárcával, kötényjel, ami egy nagy trauma volt nekem amúgy. Igen. Emlékszem, most így visszagondolva arra a lányra, aki akkor voltam, hogy tudod azt, hogy kötényt kellett fölkötnöm minden nap, és tárcával rohangáltam ott az emberek között, és valamilyen szinten azért, tehát meg kellett tanulni, érted, összeszedni, kivinni, ráadásul általában megvolt, hogy mikor ér véget a szövegük, amire nekem már el kell mennem mögötte. Tehát, hogy emlékszem, hogy ez kihívás volt, de hogy én azt az időszakot is végig dolgoztam. Tehát volt olyan, hogy este 10-kor jöttünk el. Na, és hát akkor, igen. Tehát, hogy ők meg jöttek mondjuk este 6-ra, de én már reggel 7-kor a sajátomat lenyomtam a Kinga lakásban. Szóval, hogy fárasztó volt, meg nagyon lehet azonosulni a karakterünkkel. Majd lassan megkérlek, hogy kezdj el sminkelni, mert meg se beszéltük, hogy mit sminkelsz. Igen. Arra gondoltam, mert nekem változtak a smink szokásaim, és arra gondoltam, hogy megmutatom azt, ahogy én általában utcára megyek. Jó, az valahova, mindig valahova, kérni. Igen. Mert hogyha csak így a gyerekkel elszaladok, akkor így kb. Van egy kis műpillám, ami könnyebbség nekem, hogy a gyerekekkel, mert reggel nem kell spirálozni. Pici alapozó, azt azért majdnem mindig, mert pattanás, vagy ez az, amaz mindig van. Pici alapozó, és akkor egy kis barna alul fölül, és már megyek is. Oké, akkor csináld meg azt, amivel szaladgálsz. Jó, egyébként, rendben. Akkor ezek szerint attól függetlenül, hogy van valami fontosabb, nem tudom, vacsi a férjeddel, vagy ahol meg kell jelenni, hogyha csak a gyerekeket viszed valahova, akkor is egy picike az mindig...
Képzeld el, hogy nekem van. Igen? Reggel is. Tehát, hogy én úgy... És ha otthon vagy, akkor is? Tehát mondjuk a karantén alatt reggel, amikor felkeltél, úgyhogy nem mehetett senki sehova. Például akkor is raksz egy icike-picikét? Hát, hogyha van pattanásom, vagy valamilyen folt az arcomon, akkor valamennyit biztos rakok, de tudod, hogy miért? Ezt mindenki ezt kérdezi, hogy de miért? Azért, mert én nem szeretem látni. Én. Te nem szereted. Én. Te nem attól félsz, hogy a férjem észre se veszi. Semmi. Nem érdekli. Azt se veszi észre, hogy a talp is minden. Nem, ő azt nem annyira szereti. Szokta mondani, hogy azt ne erőltessük. De tudod most azt, hogy van egy pattanásom, őt az nem érdekli, mint hogy engem sem érdekli, hogy rajtam. Aha. De engem zavar, és még jobban érzem magam, hogyha azt így eltüntetem. Amióta vége van a sorozatnak, te számodra azóta csináltál Kinga sminket? Meg tud egyáltalán csinálni? Most nem meg tudom, simán. Jó, abszolút, csukott szemmel. Egyébként csukott szemmel is tudtam már ilyen sminkeket csinálni. De régen. Te csináltad magadnak azt? Nem, bent csinálták sminkesek. Tehát meg volt mindig, hogy éppen milyen. Bár hozzáteszem, hogy a producer, Halamár Tamás, ő azért nagyon konkrétan tudta, hogy melyik karakternek mit kér. Hát ezt tudom. Tudod? Ez is legendás. És abban is voltak időnként változások. Tehát volt, hogy a panda szemet erőltettük, ő úgy hívta, hogy panda szem, ezen lyukat nevetünk, tudod, amikor nagyon füstös, nagyon sötét. És akkor volt, hogy kérte, hogy ne ezt fejezzük be, mert ez kurvás, ez ne, hanem valami kis finomabb. Tehát voltak azért a karakterünk korszakai, tehát a karakterünknek is voltak korszakai, a külsőségeket tekintve. Abba, hogy te hogy néztél ki, volt bármi beleszólásod? Nem volt. Csacsi Lilu, ne! De tényleg semmi. Olyan volt, hogy néha, amikor már azért rutinosabb voltam, akkor jobba lettem a stylistokkal, ugye? És akkor időnként így átbeszéltük, hogy picit változtassunk, de ha Tamás észrevette, akkor jött és mondta, hogy na, észrevette? Kiszúrta. Bizony. De mi? A hajamat is mindig kiszúrtam, amikor akartam valami mást, akkor jött, hogy ezt kitaláltak ki, ez kinek az ötlete volt. De mondjuk mi számított változásnak, amit a Tamás kiszúrt? Például pont a panda smink az egy ilyen volt, hogy az akkoriban nagy divat volt, és én könyörögtem, hogy legyen nekem ilyen füstös szemem, megcsináltuk, és egyből le is tiltotta. Tehát, hogy észrevette, hogy ez mi. De ilyenkor kiment adásba, és úgy látta? Nem, ő mindig megnézte a jeleneteket, mielőtt kiment. Volt olyan is, hogy újra vetetett. Az nagyon ciki, mikor újra kell venni egy egész jelenetet. És olyan is volt, mikor, és akkor sose, persze mindig elmondták, hogy hát azért, mert az Edina vagy a bárki úgy gondolta, hogy ő majd kicsit átváltoztatja a karakterét. Tehát akkor még ráadásul így érezd is magad de rosszul. Igaza volt, ha most tudod, úgy nézem, olyan szempontból igaza volt, hogy nem folyhatnak egymásba a karakterek, tehát kell, hogy legyen mindenkinek egy kis sajátja, hogy Kinga ilyen, mondjuk a Claudia meg olyan, tehát hogy mindenkinek legyen különbsége. És mikor a fiatalok összefolytak, akkor azért már visította Tamás, hogy azért ez már nem jó így. Egy picikét kérhetek valamelyik ilyen kis barnámból. Ez nagyon szép, ezt muszáj kipróbálni. Itt minden azért van, hogy ha bármi megtetszik, akkor próbáld ki. Akkor itt pingálgatok közben, mert most itt találtam olyan kis szép dolgokat is. Pingálgassál. Olyanokat csináltam egyébként, ez egy kis kulisszaditok, hogy bementem az öltözőbe, és akkor ott volt a kis saját sminkem, és akkor, hogyha valami nagyon-nagyon nem olyan volt, vagy én máshogy akartam, akkor picit belenyúltam. Esküszöm. Jézusom, te igen. Nagyon ott bátor nő vagy. De azért a sminkes csajok mindig tudták, na Edina, már megint belenyúltál. Hát mondom, csak egy picikét, bocsánat. És lehet jó fejek voltak. A ruha az egy nagyon nehéz kérdés volt. Egyébként te még viszonylag jól jártál. Igen. A csekka szerintem sokkal nagyobbat szívott azokkal a ruhákkal, hogyha... Ja. Az... De nem csak ő, tudod, álljon volt, csak... úgy, hogy az első ruháim, az katasztrófa volt, az összes ruhám, amit az elején kaptam, sírógörcsöt kaptam. Ott ember. Ott azért volt bőven, úgyhogy és hát tudom. És csajokat is nagyon nehéz ezt megszokni. És a csekkának például szerintem esküszöm, ez biztos ilyen trauma is lehetett. Még így is, hogy színésznő, de azért nap mint nap abban van. Tehát nem egy szerep, hogy este kimész, és akkor igen. Tudod, hanem itt azért azonosítanak vele. Mindenki azt hiszi, hogy öltözik. Persze, azt gondolják, hogy ő ilyen. Képzeld, de volt olyan, amikor tudtam, hogy 10 jelenetem van egymás után, akkor berohantam az öltözőbe, mondom, hogy csak ne az a ruha legyen.
és ott volt az a ruha, és tudtam, hogy abban a nejlonosba kell majd a 10 órát lenyomnom, és akkor izzadtam, mert ugye abban izzadt, ekkora foltok, és akkor állna minden egyes, és vadidegen, sokszor vadidegen színészek is ott voltak, hát olyan ciki volt, lát az egész forgatás, Edinának hozzuk a hajszárítót, és eleinte ebbe úgy belevörösödtem, aztán már röhögtem, mert persze hozzátok, már én szóltam, hogy szárítunk, tehát hogy ezek így hozzátartoznak ám. Ez a része nyilván nem feltétlenül hiányzik, de az, hogy van egy ilyen tök jó társaság, ahova tartozol, az, hogy van egy ilyen napi szintű elfoglaltságod, aminek aztán látod az eredményét. És hogy utána van egy hirtelen váltás, mert azért amikor az ember egy napi sorozatból, műsorból, bármiből kikerül, azután marad egy űr. Ez így van. Az nagyon nehéz. Az nagyon rossz. Ugye nekem váltotta a család, tehát rögtön anya lettem, szoptattam, belezuhantam egy olyan, egy olyan mély, direkt nem akarom gödörnek mondani, mert az talán túl szélsőséges, de volt egy mély zuhanás, tehát hogy hirtelen, ez nem az, amikor odadobod a gyereket anyucinak, hogy itt már sír, pedig én odadobtam szegénykémnek az elsőt néha, hogy anya, vidd innen, mert mit csináljak? Mert nem volt elég tejem, mert nem tudtam, mi a baj, csak sírt, és akkor ajtót nem nyit rá senki. Senki meg nem kérdezi, mert tudod, az ő életük az megy, tehát zajlik a szekér, megy tovább. Tényleg ez a show must go on, tehát a show folytatódik, csak te szakadtál ki. És akkor hirtelen azon kaptam magam, hogy én itt vagyok, itt köntösbe, begyulladt cicikkel, anya lettem, igazából azt sem tudom, mit csináljak. Visszasírtad azokat a ronda ruhákat? Hát volt, hogy nehéz volt. Tehát nem akarom azt hazudni, hogy nem volt nehéz, mert az nem lenne őszinte. Nehéz volt anyává válni, annak ellenére, hogy tudom, hogy ösztönösen is jött, mert jött. De akkor is nehéz volt. Nehéz volt otthon feleségként szerepet vállalni, nehéz volt azt mondani, hogy nincs kifogás, el kell mosogatnod. Ott van a sok, mit tudom én, cumis üveg, azokat ki kéne párni, vagy nem tudom, hogy akkoriban egy csomó minden feladat volt a picivel. És akkor, hogy most ez van, ez van. Egy hónap, két hónap, három, négy, öt, és amúgy szépen gyarapszik, nagyon jó, de mondjuk nekem Noelle nem volt könnyű, tehát ő nem könnyítette meg nekem ezt, és akkor Lili volt az én kis, ilyen szempontból az én kis ajándékom. Tehát ő vele minden klap volt, és minden nagyon jó volt. Én is rutinosabb voltam, meg nagyon vártam, de figyelj, azt gondolom, hogy minden életszakasznak megvan a nehézsége, és az élet adja a feladatokat. Tehát, hogy nem kímélem. És nem gondolom, hogy csak engem nem kímélt, hanem szerintem ez. Tehát az életben el kell fogadnunk a dolgokat úgy, ahogy jönnek, mert egy csomó mindenre nincs ráhatásunk. Az lehetett többek között nehéz, hogy nagyon nagy volt a váltás a két életforma között? Tehát, hogy nagyon hirtelen nagy. Zuhantál az egyikből a másikból. Önmagában, hogyha az ember anyuka, és otthon van egy kisgyerekkel, mindenki imádja a gyerekét. Ez nem kérdés, igen. És ebben az ügyben nem kell magyarázkodni, igen. Szerintem persze, senkinek. És szerintem abban sem, hogy néha az ember nem akarja azt csinálni. Hogy néha az ember egyszerűen mást akar, persze, vagy csak csöndet nem csak, akar. Nem, vagy... csak, nem csak anyák vagyunk, nem csak bezárva vagyunk, nem csak az a feladat. Van, hogy csak az, de igen. És hogy előtte azért volt egy ilyen napi szintű köteléked, egy csomó emberrel együtt voltál nap, mint nap, akiket nagyon szerettél, akkor hirtelen egyszer csak üres lesz a lakás, olyan értelme, hogy persze egy-két ember mindig van, meg egy csecsemő, de... Igen, meg tudod azt, hogy... nincs átjárás a kettő között. Az is nagyon nehéz volt, ahogy mondod, és minden így, ahogy elmondtad, de az is nagyon nehéz, hogy ott állsz, és tudod, hogy... nem biztos, hogy vissza tudsz menni, mert egyébként nekem élő szerződésem volt, de nem tudtam volna a gyereket hova rakni. Tehát az a döntés is nagy döntés, hogy mit tudsz te most ebben a helyzetben csinálni. Tehát ugye telik egy év, két év, tudod, hogy szeretnél még egy gyereket, mert ahhoz ragaszkodtam, hogy jó lett volna minél kisebb korkülönbség, hogy akkor még lett volna lehetőség akár visszatérni. De visszavártak. Visszavártak, és szerettem volna visszamenni, de akkor egyszer csak, és akkor itt jön be az influencerkedés, ami akkoriban még nagyon gyerekcipőben járt. De ugye a cégekkel fölvettem kapcsolatokat, akik a, mit tudom én, a baba miatt jól jött, hogy nagyon jó testápolók, természetes testápolók, kipróbáltuk, tetszett, miért nem mutatnám meg, ugye jött a kérdés. Akkor egyszer csak belekerülsz egy olyan
olyan helyzetbe, egy olyan élethelyzetbe, ami nem volt tervben, ami nem jutott eszedbe, hogy ilyen opció is van, viszont nagyon jól működik. Mert megmutatsz valamit, amiben hiszel, ami jó, neked elhiszik, miért ne tennéd? Ja, és mellette ebből neked még fizetésed is van. Az influencerség, amikor elkezdett így szépen, igen, mert ez szépen lassan alakult. Igen. Viszont együtt alakult így az Instagram és a Facebook is, ami nekem egy idegen dolog volt, és nem is akartam. Mert én annyira szégyellős voltam, hogy mondom, mit tudnék én kirakni, vagy mit mondjak én most azért, hogy engedjem be őket a magám problémáimba, vagy hogy. És ez is egy egyensúly, ebben is meg kellett találnom az egyensúlyt. Mikor született meg benned az a döntés, hogy nem mész vissza, vagy egyáltalán, mert azért az egy nagy, nem tudom, az biztos nehéz, mert amikor eljöttél, akkor azért úgy jöttél el, hogy visszamész. És azt egyszer csak kimondod magadba, hogy ez nem lesz soha többet. Ez úgy volt, hogy 2 éves volt Noel, és akkor már próbálkoztunk kisbabával, második babócával, és akkor közben nekem elindultak fizetett munkáim, ami... Az Instagramon? Az Instagram, tehát akkor még a Facebookon, mert akkor még az Instagram szerintem nem is volt. Igen, és akkor mérlegelni kellett, hogy kiköltöztünk Szentendrére. Szentendre és a stúdió között elég nagy a távolság, azt tudod. Hát, tudom. És akkor az ember úgy volt vele, hogy most Ja, és nagyon fontos, hogy a sorozat nem vár. Tehát őket nem érdekli, hogy a kicsi gyerek ott maradt az oviban, vagy nem. Ez ennek senkinek nem hibája. Bandita is felnőtt szépen a stúdióban. Igen, de stresszes. Láttam a szülőket azért. Akkor ezért vannak képeim arról, amikor a Karcsi üvöltött, hogy egy órája várja őt a gyerek. És elbakizza a színész, és újra bakizik, és újra csúszunk. Tehát tudtam, hogy ez... Ezzel nagyon nagyot vállalnék, és nagyon keveset lehetnék a kicsivel, de én még szoptattam. És akkor minden arra utalt, hogy eljövök. És akkor így majd boldogulok egy darabig. És közben az nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy amikor én eljöttem a sorozatból, akkor én elkezdtem festőhöz járni, és elkezdtem végre azt csinálni, ami nekem itt belül a legfontosabb, azt hiszem a legfontosabb dolog az életemben. Mert hogy festesz. Igen, és régen is én a gyerekként megkérdeztél volna, hogy te mi leszel, a nagy leszel? Hát én festő. Tehát, hogy nem volt más opció. És aztán ettől így messze kerültem, és nekem ez egy örök kihívás, és vágy, és szerelem. És akkor én elkezdtem ezt csinálni, és tudtam, hogy ha visszamegyek a sorozatba, akkor se festés nem lesz, se babázás. Lesz, csak az már más. Meg elindul egy olyan fajta stressz, amit ismertem jól, ami egyébként tud pozitív is lenni, de és már nem érte meg. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy ugye te megnyerted a Miss Hungary-t. Igen. Hány éves voltál akkor? 2003-ban, 18, 19. 18, 19. Igen, még nem voltam 19. Emlékszem, hogy akkor az ELTÉ-re jártam, talán első éves voltam, igen, akkor 19 lettem, és a vizsgáimat emlékszem, hogy el kellett halasztanom a verseny miatt. Milyen egy 19 éves lánynak elindulni egy szépségversenyen? Mert olyan, nekem nagyon ijesztően hangzik, nekem és az, hogy ott mindenki jól néz ki, meg ott fel kell nőni, meg bikiniben, meg azért csak férfiak, meg nekem a szépségversenyeken mindig van egy ilyen picit rossz érzésem ezzel a bikinis felvonulással, hogy valahogy olyan kiszolgáltatott, meg 18 éves lányokat egyszerűen szinte nem engednék oda, de nyilván nagyon ez már az anyai látod. Ösztönöm, hogy ezt te hogy élted át? Mekkora önbizalmad volt egyáltalán? Na, vagy hát sem ekkora. Tehát, hogy nekem... Akkor hogy tudtál végigmenni? Ez a vicc, hogy innen nézve, arra, úgy visszagondolva, azt kell, hogy mondjam, hogy kétféleképpen lehet elindulni szerintem. Vagy úgy, hogy belesodrodsz, mert van egy barátnőd, aki vele visz, akivel együtt elhülyéskedtek, elmentek egy ilyen táborba, poén, szülőktől távol, de jó, este majd iszom egy pohár bort. Igen, de ugye így indul. És akkor utána jön az első megmérettetés, amikor egy ilyen elődöntőn végigvonulsz a kifutón. Nekem volt... Bennem volt késztetés a kifutóra, tehát én mindig is szerettem volna ruhamodellen, és én már előtte is modellkedtem, úgy, ahogy a magam 172 centével, tehát nyilván az nem kifutóra való magasság, de ettől függetlenül néha kaptam lehetőséget kisebb bemutatókra, és mindig az volt az álmom, nem tudom, emlékszel a Fashion TV-re. Tehát igen, én akkor 17 évesen én így ültem, hogy én ott akarok lenni.
De ugye amikor megláttam, hogy ez hogy működik, stb. Láttam, hogy ez nekem nem fog működni, de hát az önbizalmamat ez nagyon nem növelte, úgyhogy nekem soha nem volt normális és egészséges önképem. Ami tök furcsa. Nagyon. Igen, régen utáltam az orrom, hogy ilyen turcsi, pici, utáltam, hogy túl vékony vagyok, utáltam, hogy pálcikákon járok, mindig ezzel a tanáraim mindig mondták, hogy nem szúrja a fenekem, szóval hogy nekem mindig, és ezeket én komolyan vettem. Most visszanézve hihetetlen. És azt mondom a gyerekemnek is, mert ő is ilyen pálcika, hogy jaj, örülj neki, mindig mondom, persze nekem is mondták, de mindegy. Szóval, hogy elindultam a versenyen poénból, végigcsináltam ismerkedés miatt, azt a részét élveztem, hogy egy csomó embert megismertem. És akkoriban úgy gondoltam a szakmára, mint ahogy minden tizenéves, hogy itt ülnek a nagyok, a nagyon tehetséges hajszobrászok, a nagyon tehetséges mink királynők, akik a legjobban tudják az arcodat. Tudod, én annyira amúgy is ilyen romantikus gyerek voltam, annyira túl láttam ebben mindent, hogy én azt gondoltam, hogy én most, mintha, tudod, ez az Amerikába csöppentem, és akkor én most itt vagyok a világ közepén, és itt vannak a nagy szakemberek, a legjobb modellek. De aztán tudod, amikor belekerülsz, és elmész egy-egy kifutóra, egy-egy munkát elválasz, akkor látod hát azokat a kis pici sebeket, amik úgy elárulják, hogy annyira mégsem olyan nagyon tökéletes ez a világ, és aztán már lazára vettem a dolgot, és végigcsináltam, mert már benne voltam. És aztán megnyerte. De azért nyertem meg, mert egyáltalán nem érdekelt. Emlékszem, visszagondolva, úgy riszáltam magam azon a kifutón, hogy még az is észrevett, aki nem akart. De hogy miért, nem tudom. Tudod, miért zavarban voltam a fürdőruha miatt, mert sose hordtam bikinit. Uh-huh. És ott egyen bikinink volt. Igen, igen. És emlékszem, hogy anyu mondta kint, Edina nem fog kijönni. Edina nem fog kijönni. Mert ő tudta, hogy én bikinit nem veszek föl. Soha. Mert van egy ilyen világosabb folt a hasamon, ami miatt nekem egy ilyen világ tragédia volt a hasamon, az a folt ugye gyerekként. És akkor és kimentem, és úgy döntöttem, hogy tudod, így megszívtam magam is, lenyomom. És akkor ott kiriszáltam magam, visszariszáltam magam, és valahogy megnyertem. De úgy nyertem meg, hogy a közönség is rám szavazott, tehát úgy látszik, hogy ez volt akkor a nagyon tökéletes döntés. De a családod ott volt veled, tehát nem... Csak a nők. A férfiak, a bátyáim, meg apukám. Nem, mert ők nagyon nem értettek ezzel egyet, hogy én mit akarok egy szépségversenyen. Szóval tőlük nem volt támogatás ilyen szempontból, de nekem nagyon szoros családom van egyébként. Tudom. És amikor megnyertem, és ott ültem abba a székbe, nagyon vicces volt, és ugye a koronába, és jöttek, hogy meséljek a kedvenc ételemről, mondom, kit érdekel az én kedvenc ételem, és én ezt imádtam, én nevettem magamban ezen az egészen, most tényleg a spagettiről fogok beszélgetni. És akkor a bátyám eközben felhívott telefonom, és mondta, hogy ha most a diplomádat vetted volna át, és akkor jött ez. Akkor. Így nem gratulálok, mert ez egy baromság, öltözzél és gyertek haza. Így. Mert nálunk ugye mindenki, hát több diplomás, de nálunk nagyon fontos az, hogy tanuljunk, és kevesebb minél többet tudjuk, szépség királyi, és hogy ne ez legyen már a fontos, hogy most éppen ott a kifuton, hogy viszálltam magam. Meg hát féltettek, úgy utólag már felnőttként tudom, hogy azért ők aggódtak ám értem, hogy nehogy elmenjek nagyon valami olyan irányba ezzel, ami nem. A te utadat azért végig kíséri, nyilvánvalóan hát tőlem lehet elszakadni a barátok közben a jó csajság, a szépség királynőség. Igen. Tehát az, hogy te egy nagyon-nagyon szép nő vagy, és ennek sokat is köszönhetsz. Így van, biztos vagyok benne, hogy ez nem mellékes. Mennyit foglalkozol te a saját szépségeddel? Mennyit ápolod, mennyit gondozod, mennyi időt töltesz a tükör előtt, kened, nem kened? Ahogy így egyre idősen vagyok, egyre fontosabbnak tartom. Van egy ember, akiben nagyon megbízom, egyébként Krasznai Zsoltnak, dr. Krasznai Zsoltnak hívják. Ő mindig mondja, hogy amikor találkozunk, mert amúgy a kozmetikájuknak vagyok az arca, és akkor mindig ugye beszélünk róla, hogy többet kellene, ahogy az idő telik, egyre többet kellene odafigyelnem arra, hogy napvédő krémet kenjek például az arcomra, ez néha elmarad. Tehát, hogy olyan, igen, tudom. Tehát, hogy az van, hogy ahogy telik az idő, úgy egyre inkább. Tehát vannak rutinjaim, amiket betartok,
Minden tisztítod. Nap szépen tisztítom az arcomat, a smink mindig lekerül, alaposan lekerül. Van egy kis gépem, amivel át is szoktam dörzsölni az arcomat, csak finoman, heti háromszor. Akkor odafigyelek arra, hogy radírozzam, nem túl gyakran, de időnként megteszem. Használok hidratáló krémet, és minden hónapban elmegyek kozmetikushoz. És ott mi történik? Azért, mert nekem hajlamos a bőröm arra, hogy pattanásaim vannak, és azzal ki tudom védeni. Tehát így nincs, hogyha járok rendszeresen. De ha mondjuk két havonta megyek, akkor már azért akkor már nagyon mennem kell. És ott mit csinálnak? Kitisztítják? Vagy? Tisztításra, igen. Meg pici kezelés, olyan kis feltöltő kezelés. Vannak olyan, nem tudom, otthoni kis rituáléid, ami már így hozzátartozik a napodhoz, ami tényleg a te rutinod, vagy olyan maszkok, pakolás, vagy... Nincs, a maszkokat nagyon nehezen bírom, mert azzal ugye ülni kell, meg várni kell, időnként fölrakom, de... Tudsz festeni közben. Nem, az a baj, nem, mert zavar, tehát ugye tudod, azért az azért úgy fönt van, és zavar, de... Például, amit mindig megcsinálok, imádom a permeteket, és van egy magyar cég, akik teljesen természetes termékeket árulnak, és az ő termékeket nagyon szeretem, és például minden nap van permetezés az arcomra, minden nap egy tonikkal áttörlöm, mielőtt a napomat elindítom, és a tonik után felkerül egy hidratáló krém, és abból is valami nagyon könnyű, mert nekem egyáltalán nem lehet nehéz krémeket használni az arcomra. Én sem bírom elviselni, és ugye az fokozza a fagyú termelést, tehát az meg nem jó. Úgyhogy azért azt nem mondanám, hogy nem figyelek, az elmúlt 3 évben már azért vannak rendszeres tennivalóim a bőrömmel. De hát ami nagy hiba volt, hogy azért nekem vannak a bőrömön pici, apró, barnás foltok, amiket a napozás okozott, és egy-egy pattanás, utána nem használtam fényvédőkrémet, kimentem a napra, és ott maradt a nyoma. És van, ami nem megy el, nem tűnik el, hiába csinálsz bármit, biztos van erre megoldás. Tudom, hogy vannak lehetőségek, de azért ezt el lehet kerülni. Úgyhogy az én kislányom például ezt már tudni fogja, illetve remélem, aki nézi ezt a videót, az is tudni fogja, hogy erre tényleg oda kell figyelni. Ez nem játék. A szereplés nem hiányzik azóta? Mert persze ott van, tudom, influencerként dolgozol, tényleg látom, hogy nagyon sok az együttműködésed, és klasszak. És, köszönöm. És meg is mutatod magad, de hogy azért az ismertség, vagy az a sztárság, amiben ti benne voltatok, az nyilván azért ennyi idő alatt elkezdett kopni, vagy változni, vagy biztos megismernek még, tehát ez nem kérdés, hogy megismernek. Igen, de kopik, de hogy nem hiányzik, hogy nem akartál játszani színházban, vagy bárhol. De egyre inkább hiányzik, de nem a színház, mert színházban nem játszottam soha, mert ugye 19 évesen a sorozatba bekerültem, és akkor én még az ELTÉ-re jártam egyébként, és még ott volt 3 évem, úgyhogy azt szépen így levelezőn elvégeztem. A színház, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem érdekelt, mert érdekelt, és voltam is felvételizni a színművészetén a gimnázium után egyből. Nagyon jó élmény volt, és utána mentem el a Gornagy Mária színi tanodába, tehát végül is pozitív élményeim vannak, de valahogy nem tudtam összeegyeztetni. Bennem ez a vágy, ez nem alakult ki, a színház iránti vágy, mármint, hogy színpadon játszok. Nagyon szeretem, ahogy teátrálisan a színészek tudnak természetesen játszani, de én úgy érzem, hogy amikor elkezdek teátrálisabb mozdulatokat tenni, akkor én már nem tudok őszinte lenni. Úgyhogy gondolom ez egy hiányosság lenne. Lehet, hogy biztos, hogy ezt is ki lehet tanulni, de ez nekem már elmarad, így 37 évesen. Viszont a sorozat az nagyon hiányzik. Jó, nagyon jó volt együtt dolgozni a stábbal, nagyon szerettem, főleg a háttérstábot, tudod, tehát hogy annyira sok szép emlékem van. Abban a 10 évben többet nevettem, mint azóta bármikor is. Tehát ugye a legjobb élményeim, imádtam, nagyon, nagyon aranyos emberek, nagyon jó emberek, ez nagyon hiányzik. Hiányzik tartozni valahova, mert az influencerkedés az egy nagyon magányos dolog egyébként. Tehát ott ugye teszteled a terméket, majd amikor ráérsz, és sokan nem tudják, de ez a csináljuk már, legyünk már túl rajta fotó, pedig szeretnéd, hogyha az emberekhez eljutna, főleg ha hiszel benne, de erre nagyon felszínes lehetőségeink vannak. Tehát itt nem tartozol nagyon sehova, nincs meg az a napi kapcsolatod barátokkal, tehát ez a része nagyon hiányzik.
Az, hogy hogy látod magad az Instagramon, nem tudom például mennyire használsz filtereket. Használok. Használsz? Igen, használok, azért használok, mert képzeld el, hogy én szeretem a hangulatot megteremteni egy fotónak, és amikor a nyers fotót látom, akkor azt érzem, hogy valami nekem hiányzik róla, hogy még, mert ez csak egy fotó, és a kezünkben csak egy eszköz van arra, hogy valami olyat mutassunk, ami mondjuk megragad. És a nyers fotó nekem valahogy mindig hiányérzetet nyújt, és szeretem a filtereket. Na, de nem mindegy, hogy miért. Ezt akartam mondani, de olyan filtereket is használsz, amik mondjuk megváltoztatják az arcodat? Dehogy is, nem. Vagy csak képzeld, más színű legyen, vagy más... Nem, és csak a színe, aha. A kép színe, hogy kicsit, mit tudom, tehát nem használod ezeket az arctorzító, módosító applikációt. Néha múltkor mutattak egyet-kettőt. Én nekem nincs is letöltve ilyen, de mutattak, mert megkérdezték, hogy nekem nem olyannal készült az egyik képem. Teljesen felháborodtam, ráadásul pont egy ilyen smink nélküli natúr fotó, csak annyi, hogy nem látszottak a szeplőim, tehát hogy nem volt annyira éles a kép. Mm. És akkor mondtam, hogy de mivel csináltam volna ezt? És akkor mutatták ezeket a filtereket, vagy ilyen arcszorzítókat. Mm. És hát nagyon-nagyon szomorú vagyok. Nagyon szomorú vagyok. Nagyon. Azért, mert nem, ezt nem szabadna. Ezt nagyon nem. Tehát olyan hazugságot csinálunk, ami nagyon, nem, de az a baj, hogy minket keserít meg, ezt csak magunkkal szúrunk ki, senki mással, csak és kizárólag saját magunkkal. Az, hogy az embert zavarja a pattanása, tegye meg, hogy leszedi. Hát miért ne szedné le, nem kell, hogy ott virítson egy pattanás. De ilyen torzításokat, hogy vastagabb száj, vékonyabb orr, turcsibb orr, nagyobb szem, ez veszélyes játék, szerintem. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, illetve kommenteljetek, hogyha van bármilyen hozzáfűzni valótok, de a legfontosabb az, hogy iratkozzatok fel.